Kedves Betty, hogyan is kezdjem? Én arra emlékszem, amikor te egy tündéri kislányként csörögtél apád körül, aki nagyon-nagyon szeretett téged, aki szeretett volna téged egy bátor, vagány, fiúsabb gyerekké nevelni. De te erre nem igen voltál kapható. Nem, egyáltalán nem. Én tipikusan anyám lánya vagyok ezen a téren. Inkább a művészetek, a nyelv, nyelvtanulás ebben az irányban indultam el, és ez mind a mai napig tart. Hát apu életéből hiányzik, vagy hiányzott a fiúgyermek, úgyhogy ezt próbálkozott, de nem baj, a nővéremnél azért bepotlódott, mert született két fiúnoka. Én meg nem szerettem a sportokat, viszont nem voltam bennük, jó? Úgyhogy én a tanulás felé fordultam, és ennek köszönhetően én 14 évesen elkerültem itthonról, pápára mentem a református gimibe. Ott ugye úgy alakult, hogy csak 5-6 hetente lehetett hazajárni, mert szombaton is tanítás volt. Akkor viszont egy hétig itthon lehettünk. Ennek az egyik hátulütője az az lett, hogy én az itthoniakkal nem megszakítottam, hanem egyszerűen megszakadt a kapcsolat, mert amikor ők itthon voltak, volt osztálytársak. Én nem voltam itthon, amikor én itthon voltam, akkor ők voltak iskolában. Ennek ellenére nem bántam meg az iskolát, jó iskola volt, ott is tovább tanultam a nyelveket, és végül úgy döntöttem, hogy turisztikai főiskolára megyek Pestre. Utána fel is kerültem Pestre, fősulit elvégeztem, német mellett angol nyelvvizsgát szereztem, és végül a nagy kedvencemet, az olaszt is megtanulhattam. Apura visszatérve, neki köszönhetően kétszer kimehettem Firenzébe nyelvet tanulni, ott kétszer voltam másfél hónapot kint. Az nagyon jót tett az akkori nyelvtudásomnak. Aztán hazajöttem, és elkezdtem dolgozni, és... Itt Bogláron? Nem, Szemesen a Szimbád szállodában. Voltam recepciós, viszont nem éreztem jól magam. És hát így előtört belőlem a gyerekkori vágy, ki kéne venni külföldre. Úgyhogy így kerültem végül is ki. Az állam az Olaszország lett volna, de az nem jött össze, elakadtam Ausztriában. És először Schladming mellett egy kis településen voltam recepciós, ahol nem éreztem jól magam. Tehát az az igazság, hogy ez egy 4 csillagos, 200-300 férőhely, és nem tudom pontosan, nagy szálloda volt, minimum 100 alkalmazottal, és nekem ez a személyes kapcsolat a vendégekkel, nekem ez úgy hiányzott. Tehát nem azt adta az a szálloda, amit a hírneve adott. És azt rövid időn belül ott is hagytam, ott közös megegyezéssel megbeszéltük, hogy ezt a pályafutást nem folytatom náluk, és átmentem, hát egy olyan 25-30 kilométert Salzburg tartományban, Flachau mellé egy kis faluban, egy családi szálloda keresett recepciós. Elmentem, bemutatkoztam, felvettek. Ők szezonálisan tartottak nyitva, tehát úgy májustól, pontosabban pünkösttől, október közepéig, akkor minden ősszel zárva voltak másfél-két hónapot, és akkor hát így december elején nyitás, és akkor húsvétig általában ment a szezon, aztán megint egy tavaszi szünet, és akkor nyárra újraindítottak. Ez egy nagyon helyes családi szálloda volt, maximálisan 200 férőhelyen. Elsősorban arra építettek, hogy olyan családokat várnak, akik a kisgyerektől egy éves kortól programokat keresnek a gyerekek számára. Emellett kiépítettek egy wellness részleget. Nem is tudom. Hát, a síiskolákkal tartották a kapcsolaton. De tényleg egy nagyon jó kis rendszert építettek fel, és ide kerültem én recepciósnak először nyára, és akkor utána, mivel nekem is tetszett a munka, nekik is
tetszett, elégedettek voltak a munkámmal, ezért megbeszéltük a folytatást. Ez olyan jól sikerült, hogy 9,5 évig náluk maradtam. Először kezdtem recepciósként, aztán a kolléganőm elment szülni, úgyhogy átvettem az értékesítést, és végül úgy is jöttem el, hogy az értékesítési vezető voltam. Emellett voltam HR-es, meg személyzet is, meg a főnökasszonyomnak a munkáját, és szóval a végén már mindent csináltam. Nagyon jól éreztem magam, nagyon szerettem, imádtam visszajárni. Jól estek a szünetek, mert nagyon elfáradtunk mindig a szezon végére. Viszont időközben több tragédia is történt. Én ez alatt a 9 év alatt elvesztettem mindkét szülőmet, viszonylag rövid időn belül, és meghalt a főnökasszonyom is. És a lánya vette át a vezetést, akivel viszont már nem találtam meg a közös hangot. Jól kijöttünk, megbízott bennem, viszont más volt a vezetési stílusa, másképpen állt a dolgokhoz. A személyzet egyre kevésbé lett fontos. Mindig én kerültem már a konfliktusok középpontjába, hogy a személyzet jött hozzám, ő jött hozzám, és egyszerűen sok lett. És közben úgy döntöttem, hogy nekem ennyi külföldből elég volt. Úgyhogy hazajöttem. Akkor egy kis kalandvágy is volt, ugye? Egy nullásként. Igen. Amikor én 2009-ben felvetettem a szüleimnek, hogy ahol én úgy döntöttem, hogy szeretnék akkor most kimenni, anyukám csak mosolygott, és azt mondta, hogy hát ezt te már 3 évesen is mondtad. Apu munkájának köszönhetően, ugye a BB-nél volt borászati igazgató, viszonylag sokat járhatott külföldre, járt is, és amikor tehette, vitte a családját is. Úgyhogy én pici korom óta jártam Ausztriába, Olaszországba, két imádott országom. Ezen kívül a anyunak a nővére Németországba ment férjhez, úgyhogy kisiskolás korom óta a nyaraimat mindig Németországba töltöttem. És mivel mindig tetszett, ezért én így kihívásként éltem meg, hogy akkor külföldre, hogy mennyire tudom megállni a helyemet. Mennyire van meg a nyelvtudás, mennyire van meg a szakmai tudás, hogy akár külföldön is tudjak dolgozni. Hát nem volt egyszerű azért a 2009-es év vége, 2010-es év eleje, mert annak ellenére, hogy én pápám már megszoktam, hogy sokat vagyok távol a családtól, meg amíg Pesten éltem, sokat voltam távol a családtól, azért egy idegen országban mégiscsak egyedül van először az ember. Úgyhogy az első hónapok azok nehezek voltak. Lelkileg megviselt, sokat sírtam, de aztán csak meggyőztem magamat, hogy de én ezt akartam, és meg tudom csinálni. És ahogy átkerültem a második szállodába, amit annyira szerettem, ott egy annyira jó társaságba kerültem be, hogy ez így megnyugtatott. És akkor jól éreztem már magam. Milyen nemzetiségi volt az a társaság? Vegyes felvágott, de teljes mértékben. Koszovói albánok, szerbek, horvátok, bosnyákok. Szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány osztrák dolgozott akkor ott. Ugye, hát a tulajokat nem számítva. Ugye a közvetlen felettesem az értékesítési vezető, ő volt osztrák, és a konyhafőnök. Mindenki más magyar, ugye ő is volt természetesen rajtam kívül. Amikor kezdtem, volt ott egy német lány is, de aztán ő hamar elment. Azért kint nem úgy van, tehát a vendéglátásban az osztrákok maximum a felső pozíciókat töltik be. Az alsóbb pozíciók azok csak bevándorlók. Alja munkát nem végeznek. Kedvesek egyébként. Mondom, én 9,5 évig voltam kint. Viszonylag jól beszélem a németet. Ennek ellenére azért mindig megvolt az éreztetés, hogy mi kívülállóak vagyunk. És
És mivel foglalkoztál, úgy munkaidőn kívül, úgyhogy úgy néz ki, hogy elég ilyen irodalmi érdeklődési valaki, vagy tudtad ezt kielégíteni, ezeket a kíváncsiságokat, igényeket? Nagyon sok látványosság van, úgyhogy mentünk kirándulni. Vannak várak ott a környéken, Salzburg, oda is sokszor bementünk nézelődni. A szabadidőmben meg hát leginkább olvastam, meg pihentem. Tehát annak ellenére, hogy nekünk a recepción értékesítésen 5 munkanap, 2 szabadnap, máshol ez nem mindig sikerült így betartani. Ennek ellenére azért egy nap az azzal telt, hogy alszom, bevásárolok, kipihenem magam, takarítok, regenerálódok. És akkor egy nap jutott arra, hogy akkor menjünk valamerre. Hazajöttél, mit hoztál magaddal? És nem anyagilag gondolok, hanem... Azt hiszem, egy olyan nézetet, amit itthon nem tudom, hogy mikor fogják az emberek végre megtanulni. Ott is volt probléma a kommunikációval. Rengeteget mondtam a főnökségnek, hogy muszáj kommunikálni a különböző szekciók között, mert ha nincs kommunikáció, nem fog működni rendesen. Ezt úgy nem sikerült velük se megértetnem. Nekem itthon ez is az egyik problémám, hogy nagyon kevés a kommunikáció. A másik problémám nekem az, hogy ha valakivel megbeszélek egy találkozót, ez legyen egy szakember, legyen egy ismerős. Tehát ez az a kommunikáció nekem hiányzik itthon, hogy nem működik, nem megy, késni fogok, nem megyek, tegyük át máskorra, hanem csak ülök és várok. És én ezt nem szeretem. És kint ez nem így működött. Tehát kint meg volt az, hogy ekkora megbeszéltük, az úgy volt. Nálunk a szállodában nem volt olyan, hogy bejött egy e-mail, egy ajánlatkérés, és nem válaszoltam rá. Tehát az legkésőbb 24 órán belül válaszolni kellett. Ha itthon leadok egy ajánlatkérést, bármilyen témában, teljesen mindegy, van, hogy válaszra sem méltatnak. És én ezt nem értem. Tehát az üzlet abban van, hogy elkészítem az ajánlatot, mert csak abból lehet vásárlót szerezni. Nem veszik fel a telefont. Vagy azt mondják, nem hívnak vissza. Önhívása fontos számunkra egy napon keresztül, ugye? Igen. És ez itthon szerintem nagyon gyerekcipőben jár, hogy az emberek felfogják, hogy így nem lehet üzletet csinálni. Tehát a sült galamb nem repül a szánkba, dolgozni kell azért. És ezt kint tudják. Itthon nem érzem úgy, hogy ezt tudják. És sokszor van az, hogy nem úgy sül el egy-egy üzlet, akkor így el szoktam mondani, hogy nem kötekedés, de ha azt akarod, hogy menjen, azt akarod, hogy én visszatérő vásárló legyek, akkor kommunikálj velem. Kommunikáció nélkül ez nem megy. Nem baj, ha azt mondod, hogy ma nem, de akkor vedd a fáradtságot, hívj föl, küldj egy SMS-t, nekem mindegy melyik, csak kommunikálj velem. Ha nem kommunikálsz, keresek mást. Az más dolog, hogy itthon rohadt nehéz mást találni. Mit mondana azoknak, akik meditálnak, hogy külföldön dolgozzanak, vagy itt helyben csináljanak valami vállalkozást, illetve foglalják el magukat munkával? Hát ez egy jó kérdés, és nehéz. Mert tehát én kalandvágyból mentem ki. Én ezzel tisztában vagyok, hogy én a kevesek közé tartozom, akik kalandvágyból mentek ki. Azért abban az időben, amikor én kimentem, rengetegen mentek azért, hogy hiteltörlesztés és a többi. Lehet kint jól keresni, tehát ez tény. Megkövetelik a munkát. Tehát olyan nincs, hogy kimész és logatod a lábadat, és nem csinál semmit, mert akkor előbb-utóbb kitenderítenek. Ha valaki csak kihívásnak tekinti, és szeretné kipróbálni magát, akkor mindenféleképpen. Szerintem ez egy nagyon jó tanulási lehetőség.
megismerni más ország kultúráját, más országban élő emberek felfogását, meg lehet tapasztalni, hogy egy idegent hogyan fogadnak be, vagy nem fogadnak be. Nyelvtanulás szempontjából sem egy utolsó dolog. Aki pedig pénzt szeretne keresni, annak pedig azt tudom mondani, hogy akkor éri meg, ha kint is meghúzza a gatyaszárat. Tehát az, hogy valaki kimegy, keres 1500, 1600, 700, már nem tudom mennyik a fizetések, kell fizetni albérletet. Kint is megdrágult az élet. Tehát a kint élő barátaimmal mind a mai napig tartom a kapcsolatot, tehát az árak ott is felmentek. Ott is élni kell, tehát ott a költségek is magasak. De ha valaki kimegy, és meghúzza a gatyaszárat, akkor lehet szépen hazahozni pénzt. Úgyhogy hát az a kérdés, hogy ki milyen szempontból szeretne kimenni. Most megkérdezném, hogy most mit tervezel, mit csinálsz? Jó, tudom, hogy mit csinálsz, csak meg is megkérdezem. Jelenleg... Egy tündéri kis boltot vezetsz. Igen. A városközpontban az Ipolya néni által vezetett papírboltot vettem át. 2020. októberre óta azt működtetem. És egy-másfél hónapon belül, pedig ugyancsak az Alkotás utcában, a virágboltot is mi fogjuk üzemeltetni a nővéremmel. Amit nagyon várok, mert az a kreatív oldalam megnyilvánulása lesz, úgyhogy az lesz az igazi kihívás számomra. És ezt a kettőt fogom most csinálni. És a szakmád szerint az idegenforgalomban való tevékenykedés, ez úgy nem merült föl, vagy nincs itt a környékben lehetőség, vagy nem akarsz távol menni most? Ez érdekes, mert... ebben a 9 évben annyiszor használt a főnökség tényleg arra, hogy én voltam a védőfal a vendégek és közöttük. Tehát, hogyha valami negatívumot, valami elutasítást kellett a vendégek felé adni, majd a Betty megcsinálja. A Betty ügyes, majd megoldja. Megoldottam, viszont ezáltal eljutottam arra a szintre, hogy én már nem akarok kibúvókat keresni a vendégekkel szemben, és nem akarom, hogy más is erre használjam. És annak ellenére, hogy nagyon szeretem, és nagyon szívesen dolgoznék a turizmusban is, csak és kizárólag már csak háttérmunkát csinálnék. Tehát magát az értékesítés, de az, hogy kint a recepción legyek, azt már nem szeretném. Ettől teljes mértékben elvették már a kedvemet. Úgyhogy így nem. A másik pedig, hát mégiscsak a Balatonparton élünk. Covid nem Covid, gazdasági válság nem gazdasági válság. Bogláron nincs egy darab szálloda sem, működő szálloda. Ahhoz, hogy úgy igazán a turizmusban, szállodában, rendezvényszervezésben dolgozok, legalább Siófokig el kéne járnom dolgozni. Nem is kerestem állást a turizmusban, tehát én úgy voltam vele, hogy ezt most szeretném szüneteltetni. Egyrésztről hiányzik, mert a szervezés az ment, és azt szerettem is csinálni. Másrésztről viszont kell egy kis kikapcsolódás, egy kis tér más irányba. Szobozhatom a kedvencedet, a kutyát? Természetesen. Már nincs most itt? Nincs. Nem, tehát én 2019-ben jöttem haza, áprilisban. Meggyőződésem, hogy a lehető legjobb időszakban jöttem haza Magyarországra, a Covid járvány előtt. Így nem volt kényszerleállásból hazajövetel, és hát egy év azért kellett nekem ahhoz, hogy így megtaláljam önmagam itthon. Az eredeti cél az volt, hogy a nővérem mellé beszállok a családi vállalkozásban. Ő viszi édesapánktól megörökölt borászati vállalkozásunkat. Megint rá kellett jönnöm, hogy ez nem nekem való. És hát az egyik álmom, az nekem már nagyon régóta, hogy nekem kell egy kutya.
kint Ausztriában egyértelmű volt, hogy nekem nem lesz kutyám, mert 5 napot dolgoztam, volt, hogy 10 órát is ott voltam. Én addig nem jöttem el, amíg nem fejeztem be a munkát. Én egy kutyát nem fogok bezárni a lakásban. Ráadásul nem akármilyen kutya kell nekem. Hát én a borzalmasan rossz harci kutya kellett nekem, úgyhogy nekem egy amerikai Staffordshire terrierem van. Semmi köze a harci kutyához, tehát inkább egy macska. Nem is tudom, várja. Most lesz 3 éves, igen, most lesz 3 éves májusban. Akkor már nem szedi szét a lakást? Ő egyszer sem szedte szét a lakást. Egy nagyon kis virgonc, 2 hónaposan hoztuk el, Győr mellől. Egy nagyon helyes, nagyon aktív kis kutya volt. Virgonc is, viszont semmit nem szedett szél. Én fával is fűtök, úgyhogy az egyetlen rákcsálási mániája, ami télen van, az, hogy amit felhozunk gyújtósra, szétrágja. Most már annyira nem, de kiskora óta azt egy egészen apróra feldaraboltam, és ennyi. De nagyon jó természete van. Azóta meg hát kutyaiskolába jártunk, programokra jártunk, és nem mellékesen van még másik 3 kutyánk. Úgyhogy igen, a kis kedvencem tölti ki az életemet, és hát ő is töltötte ki, amíg nem kezdtem el a papírboltot. Van olyan dolog, amit nem kérdeztem, és szeretnél róla beszélni? Szerintem nincs. Köszönöm, nagyon aranyos voltál. Köszönöm szépen a beszélgetést.